Fókuszban a biztonság, élelmiszeripari konferenciát és szakmai bemutatót tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. Sok a bedőlt hitel. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3570-en ajánlották fel lakásukat a Nemzeti Eszközkezelő ZRT-nek. A múltra emlékeztek, kétnapos művelődés és irodalomtörténeti konferenciát rendeznek a magyar történelem ismert temetéseiről és újratemetéseiről Vaján. Biztonságos és ellenőrzött élelmiszereket a fogyasztók asztalára. A Nyíregyházi Egyetemen rendezte meg a Primum Alapítvány az idei élelmiszeripari konferenciát és szakmai bemutatót. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A rendezvény jó lehetőség volt arra, hogy kapcsolatok épülhessenek a gazdaság szereplői és a tudományos szakma között. Az agrárvállalkozások termékeiket is bemutatták a találkozón. Biztonságos, egészséges és hazai élelmiszereket állítottak ki a standoknál a termelők, kereskedők. Nézelődtek, kóstolgattak az érdeklődők és a szakmabeliek a termékbemutatón. A Nyíregyházi Egyetemen tartott rendezvény célja az volt, hogy bemutassa azokat a megyében működő vállalkozásokat, amelyek adnak az élelmiszer biztonságra és minőségre. A Földművelésügyi Minisztérium a termőföldtől az asztalig elnevezési programja a termékek nyomon követhetőségét garantálja, és a magyar zöldséget, gyümölcsöt népszerűsíti. Ennek örülnek a hazai termelők, de sajnos áraik sokszor alul maradnak a külföldi termékekkel szemben. A NÉBIK ellenőrzései viszont kiszűrik a kétes eredetű élelmiszereket, termékeket. A ellenőrző hatóságoktól még többet elvárnának ahhoz, hogy ha csak most visszagondolunk a lengyel almának a megjelenésére, a Magyarországon 2016-ban alig termett annyi alma, hogy a felhasználást kielégítse, a magyar fogyasztást kielégítse, és mégis olyan nyomott áron kerül értékesítésre a lengyel országban bekövetkezett csúcstermés miatt, hogy már aggódunk amiatt, hogy ez is az emberek kedvét elveszi, a gazdálkodása nem nyereségesé válik. Kötelező új jelölést használni például a burgonyánál, szeptembertől a csomagolatlan és az ömlesztve árult étkezési burgonyánál is alkalmazni kell a besorolást, ami megmutatja az áru származási helyét, fajtáját, és a jellemző főzési típusáról is tájékozódhatnak a vásárlók. Az idei élelmiszeripari konferenciát a Primum Alapítvány kezdeményezte, a szervezet és az egyetem együttműködik agrár- és élelmiszeripari programokban. Az egyetem egyes kutatásai a mezőgazdasági vállalkozásokat is segítik. A hozamfokozásnak a kérdéskörével is foglalkozunk, különböző hagyományos és nem hagyományos hozamfokozók használatának a hozamra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Vannak ilyen partnereink, akik ezt várják tőlünk, illetve ezzel bíznak meg minket. Az idei tanévben 35%-kal jelentkeztek többen agrármérnöknek, és élelmiszeripari műszaki vonalon is emelkedett a hallgatók száma a tavalyi évhez képest. A szakokat hamarosan bekapcsolják a duális képzésbe. A szakmai előadásokon a gazdálkodási tanácsok mellett az egészségtudatos étkezésre is felhívták a figyelmet. Az egészség az egy ajándék, amiért tenni kell és tenni lehet. Ez az utóbbi a csoda, hogy tenni lehet. És ebben a dologban a táplálkozásunk döntő szerepet játszik. Ugye az első alapkérdés, hogy mit eszünk. Itt hála Istennek a törvényi szabályozások, rendelkezések alapján azért egyre jobb minőségűek, különösen az eredeti magyar élelmiszerek. Az igazi probléma ott van, hogy az étkezésnek az egyén tulajdonságait is követni kell, tehát nem mindegy, hogy milyen korban, milyen állapotban, milyen betegségek esetén, milyen stresszterhelés esetén mit fogyasztunk. És van most egy teljesen új dolog a tudományban, ez a kronológiai táplálkozás, tehát nem mindegy, hogy mit eszünk, de milyen időpontban fogyasztjuk az ételeinket. Ha egy élelmiszer olyan beltartalmi értékkel rendelkezik, aminek pozitív élettani hatása van, azokat funkcionális élelmiszereknek nevezzük, erről is beszélt a professzor. A rendezvény lehetőség volt arra, hogy kapcsolatok épülhessenek a gazdaság szereplői és a tudományos szakma között. Kevesebb mint 5 év alatt 27 ezer ingatlant vásárolt meg a Nemzeti Eszközkezelő ZRT. A társaság 2012. januárjától vásárolja föl a bedőlt lakáshitelesek ingatlanait, a tulajdonosok pedig bérlőként használhatják tovább régi lakásukat.
A legutóbbi adatok szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett a második legtöbb felajánlás, összesen 3570. Visszavásárlásra is van lehetőségük a régi tulajdonosoknak, ezt eddig az országban 160-an tudták kihasználni. Még mindig folyamatosan érkeznek a felajánlások a Nemzeti Eszközkezelő ZRT-hez. A társaság azoktól a tulajdonosoktól vásárolja fel az ingatlanokat, akiknek a hiteladósága már eléri a minimálbér kétszeresét. A jelentkezés mindenki számára önkéntes, azonban számos feltételnek kell megfelelni mind az ingatlan, mind pedig a tulajdonos részéről. Az ingatlannak a forgalmi értéke nem haladhatja meg a 25 millió forintot Budapesten és megyeszékhelyen, a 20 millió forintot egyéb településeken. A jelzálog hitelre, az eredeti felvett jelzálog hitelre is vonatkoznak szabályok, tehát ez nem haladhatja meg az ingatlan akkori forgalmi értékének a 90%-át, de el kell érni a 25%-ot. Egy szigorú feltétel az, hogy az ingatlanra jelzálog hitel törlesztést 2015. január 1-én már 180 napja nem teljesíti a hitelfelvevő, illetve szociális feltételek teljesítése pedig a hitelfelvevőjére vonatkozik, tehát igazolni kell a szociális rászorultságot különböző ellátási típusokkal, vagy jövedelemi igazolással a bank felé. A megvásárlás után a régi tulajdonosok bérlőként lakhatnak az ingatlanokban. Egy hosszú távú, örökíthető szerződést köt a társaság. A havi bérleti díj Nyíregyházán átlagosan 12.500 forint. Országos adatokat tekintve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett eddig a második legtöbb felajánlás, összesen 3570. Ezt a számot csak Borsod-Abaúj-Zemplén előzi meg. Szabolcs megyéből egyébként közel 2600 ingatlant vásárolt már meg a szervezet, országos szinten pedig 3600 kérelmet utasítottak el. Összesen 38.300 felajánlást fogadott be az eszközkezelő, ami alapján 27.000 ingatlant már meg is vásárolt. A többi ingatlannak a nagy része még jelenleg is feldolgozás alatt van, a kérelem feldolgozás alatt van, viszont jelenleg a törvényben 35.000 darab ingatlanra vonatkozik a vásárlási kvóta, de nem érkezett még arra iránymutatás, hogy a felajánlásokat mikor kellene leállítani, tehát amíg tudunk, addig fogadunk be felajánlásokat, és továbbra is vásároljuk az ingatlanokat. Kezdetben nagyon kevesen tudták visszavásárolni ingatlanukat, idén ez a szám valamennyivel megugrott. Az október végi adatok szerint országszerte 160-an kapták vissza lakásukat, ebből 8-an Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A visszavásárlás során jelenleg egy összegű fizetésre van lehetőség, feltétele pedig, hogy a bérlőnek ne legyen tartozása az eszközkezelő felé. A vásárlási vételár minden esetben az az összeg, amilyen áron az eszközkezelő megvette az ingatlant. Kétnapos művelődés és irodalomtörténeti konferenciát rendeznek a magyar történelem ismert temetéseiről és újratemetéseiről Vaján. A meghívott előadók többek között Zrínyi Miklós, Balassi Bálint és József Attila halálának és temetésének körülményeit is felidézik a hallgatóságnak. A rendezvény Nagy Csaba tárogató művész Kuruc dallamaival kezdődött, Vai Ádám Kuruc generális egykori ősi fészkében, a Vai Várkastélyban és múzeális gyűjteményben. Második Rákóczi Ferenc udvari főkapitánya a fejedelmet követve emigrációban halt meg 1719-ben Lengyelországban. Hamvait éppen 110 évvel ezelőtt 1906-ban hozták haza, és temették újra a családi birtokon. 1906. november 15-e Vai Ádám hamvai újratemetésének az ünnepnapja gyakorlatilag. Ugye Vaj a város ezt méltóképpen igyekszik megünnepelni, akár a kerekévfordulókat, akár évente, és tudományos konferencia sorozat keretében történik ez meg Vaján. Az évforduló kapcsán a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület és a Vai Ádám Múzeális Gyűjtemény által rendezett konferencia a magyar nemzeti emlékezet híres temetéseit és újratemetéseit idézi meg. Az előadók a téma keretein belül végig kalauzolják a hallgatóságot, az Árpádházi királyoktól a 20. század végéig, és arra keresik a választ, a temetés, a gyász és a temetési szertartások hogyan járultak hozzá a szemét övező kultuszhoz.
Hallhatunk az árpádkori királyok, árpádkori szent királyok újra temetéséről, hallhatunk az elmúlt évek egyik legnagyobb tudományos szenzációjáról, Janus Pannonius holttestének megtalálásáról és újra temetéséről, hallhatunk Balassiról, hallhatunk Bátori Gáborról, hallhatunk Móricz Zsigmondról, Ady Endréről, és még olyanról is hallhatunk, akinek a temetése elmaradt, és pont ez az elmaradás jelenti a kultusz alapját, hallhatunk Petőfi Sándorról is. A szombatig tartó konferencián az ország legjelentősebb kutatócentrumai mellett a határon túli magyar műhelyek képviselői is részt vesznek. Nem szolgálja ki a betegeket a megyei egészségügy, véli az MSZP-s Halmi József. A szocialisták megyei alelnöke nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, központosították az ellátásokat. Máté Szalkán már nem működik gyermekosztály és fülorgégészet, Fehérgyarmaton pedig a szemészet után most a traumatológiai osztály működését alakították át. Természetesen nem csukták be, nem tettek rá lakatot, van a járóbeteg ellátás, kisebb műtétek, és minden nagyobb esetet Máté Szalkára vagy Nyíregyházára irányítanak. Van olyan, hogy 50 kilométerre van a település a következő kórházat, traumatológiai ellátás pedig az sürgős ellátás, tehát ott törés, baleset van, tehát nem biztos, hogy túléli, mire 50 kilométerre elviszik. Szakmailag indokolatlan, nem tájékoztatták a lakosságot, és megint bebizonyosodott, hogy a Fidesz nem az emberekét van. Feláldozta hazánk biztonságát a Fidesz, véli a Jobbik kelet-magyarországi regionális igazgatója. Katona Péter nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, hiába kezdeményezte a kormánypárt az alkotmánymódosítást annak érdekében, hogy megakadályozzák a betelepítési kvótát, még mindig bárki vásárolhat 300 000 euróért magyar letelepedési kötvényt. Azért nem támogattuk az alkotmánymódosítást, hiszen volt egy feltételünk, mégpedig a letelepedési kötvények korrupt intézményének a megszüntetése. Ugye itt ez arról szól, hogy 300 000 euróért gyakorlatilag bárki bejöhet Magyarországra. Mi azt gondoljuk, hogy jelen pillanatban ez egyébként nagyobb veszélyt jelentenek ezek a gazdag migránsok a magyar társadalomra, mint azok a szegény migránsok, akik a határon próbálnak átszökni. Kárpátaljai festőművészek alkotásait bemutató kiállítás nyílt csütörtökön Nyíregyházán. A tárlatról hamarosan bővebben is szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Az év utolsó hazai bajnoki meccsén lép pályára szombaton a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B keleti csoportjának 7. helyén álló kék cápák a 9. Salgótarjánt fogadják. A mérkőzés 16 óra 30 perckor kezdődik a Continental Arénában. A Dorogon aratott 4-1-es győzelmének köszönhetően az NB2-es tabella második helyén tölti a bajnoki szünetet a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttesére 3 hazai és 1 idegenbeli mérkőzés vár még az őszi szezonban. Kárpátaljai festőművészek alkotásait bemutató kiállítás nyílt csütörtökön Nyíregyházán. A tárlat képeit a Kárpátaljáért felelős kormánybiztosság vásárolta meg 50 000 euró értékben a művészektől. A kiállítás a megyeszékhely után Budapestre költözik, majd magyarországi közintézményekben helyezik el a festményeket. Kopriva Attila festőművész, a Munkácsi vár nyáron című képe egyike azoknak a kiállított alkotásoknak, amelyek a hagyományos kárpátaljai plener festészetet mutatják be. Az összesen 60 alkotó, 120 művét a Kárpátaljáért felelős kormánybiztosság vásárolta meg. A teljes gyűjteményből helyhiány miatt 54 művész képeit tekintheti meg a nagy közönség Nyíregyházán. Budapesten a Magyarság házában a teljes kollekciót ki tudjuk mutatni, itt most egy ízelítőt kapnak az érdeklődők a mai napon, és azt hiszem, hogy ez a nagyszabású 50 000 eurós támogatásból megvalósult kulturális mecenatúra is erősíti a két ország és a két nép barátságát. A festményeket ukrán, ruszin, magyar és hucul származású művészek készítették. A kezdeményezést koordináló egyesület elnöke a megnyitón elmondta, bár a kárpátaljai festőművészet alapvetően magyar gyökerekkel rendelkezik, ma már a magyar mellett az ott élő más nemzetiségek alkotói is képviselik ezt a művészeti ágat. A kárpátaljai festőművészet, én azt gondolom, hogy egyedi és párosan része a magyar kultúrának és a nemzeti örökségünknek.
szervezetünk, a Kárpátok Művészeti Kultúrás Egyesület 9 éve foglalkozik most már Kárpátalján ezzel az értékmentő munkával. Ez a jelenlegi projekt, ez már egyfajta kiteljesedése, aminek nagyon örültünk, mikor megkaptuk ezt a lehetőséget a miniszterelnökség támogatásával, hogy Kárpátalján ma jelenleg élő alkotóktól felvásároljunk olyan alkotásokat, amelyek aztán egy gyűjtemény, amelyből aztán egy gyűjtemény fog összeállni, és ezt a gyűjteményt első körben most itt egyfajta ízelítőként Nyíregyházán bemutatunk, és utána pedig november végén Budapesten a Magyarságházában lesz egy bemutató. Az eseményen a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, az élet számos területén segíti a magyar kormány a Kárpátalján élők boldogulását. Ez egy nagyon jó ötlet, nagyon innovatív ötlet, hiszen nem egyfajta segélyt vagy adományt ad a magyar kormány, hanem nagyon komoly értéket kap cserébe, olyan nívós műalkotásokat, amelyekre méltán büszke lehet egy-egy magyar közintézmény, az odalátogató közönség, diplomáták, a legszélesebb nagy közönség. A kiállítás 2 hétig tekinthető meg a nyíregyházi East Art kortárs galériában. Az év utolsó hazai bajnoki meccsén lép pályára szombaton a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B keleti csoportjának 7. helyén álló kék cápák a 9. Salgótarjányt fogadják. A mérkőzés 16 óra 30 perckor kezdődik a Continental Arénában. Az elmúlt hétvégén nem rendeztek fordulót a másodosztályú bajnokságban, de ennek ellenére sem mutatkoztak a nyíregyházi kosarasok. A kék cápák Egerben léptek pályára Hepkupa mérkőzésen, ahol 29 pontos győzelmet aratva jutottak tovább. Az edzések mellett egy debreceni felkészülési mérkőzésen is igyekezett csiszolni formáját a csapat az év utolsó hazai fellépése előtt. Ebben az időszakban tudtuk gyakorolni azokat a taktikai elemeket, amiket szeretnénk majd a továbbiakban alkalmazni, illetve a legjobb a Hepkupa mérkőzés volt, ahol végre úgy nézett ki egy idegenbeli mérkőzés, ahogyan azt ki kellene nézni. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy elég nagy arányú volt az a győzelem, a reális különbség született, és a csapat végre úgy kezdte el a mérkőzést, ahogy kell, komolyan, keményen állt oda a mérkőzéshez, és ez meg is látszódott, és a mérkőzés első időszakában el is tudtuk dönteni a mérkőzést. A csapat centere Varga Márton a tavalyi szezon Salgótarjánban töltötte, így jól ismeri a szombati ellenfelet. Kemény, masszív csapatra számítok, erős mérkőzés lesz szerintem, és igyekezünk minél jobban szerepelni, és megvalósítani a taktikai eleményeket, és győzelemmel fejezni be a mérkőzést. A két csapat az élvonalban korábban többször is találkozott, és rendre nagy csatát vívott egymással. Mindig parázsmérkőzéseket játszottunk a Salgótarján ellen, és annak ellenére, hogy nem a feljutást tűzték ki egyértelműen céljukként, azért halkan mindig ott van náluk az, hogy szeretnének oda kerülni, és úgy gondolom, hogy a vezetőjüket ismerve újra egy olyan csapatot rakott össze, amelyik veszélyes lehet bárkire, bárhol. Ebből kiindulva szerintem nehéz találkozó lesz, de ahogyan említettem, meg kell próbálnunk már az első időszakban olyan agresszíven fellépni, ahogyan mi szeretnénk, és bízni abban, hogy ezt az ellenfél érezni is fogja, és megpróbáljuk megoldani megfelelőképpen ezt a találkozót, és persze hazai pályán nem lehet igazából más célunk, mint az, hogy megnyerjük a találkozót. A Nyíregyháza Blue Sharks Salgótarján mérkőzés szombaton 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában. A forduló további párosítása a következő: Tiszaújváros Debrecen, Miskolc Óbudai Kaszások, Hódmezővásárhely Budapesti Honvéd, Eger Békés és Nagykőrös Maszt 2. A Dorogon aratott 4-1-es győzelmének köszönhetően az NB2-es tabella második helyén tölti a bajnoki szünetet a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttesére 3 hazai és 1 idegenbeli mérkőzés vár még az őszi szezonban. A legutóbbi fordulóban Dorogon 4-1-re győzött a Kisvárda, amely így 3 pont hátránnyal az egy meccsel kevesebbet játszó Balmazújváros mögött második a tabellán. A hétvégén a válogatott Európa-bajnoki selejtezője miatt nem rendeznek fordulót, így Révész Attila együttese még gyűjthet egy kis erőt a bajnoki hajrá előtt. Az eddigi teljesítménnyel elégedett a szakember. Mindig azt hangsúlyozom, hogy a legfontosabb a fejlődés. Ha figyelembe vesszük a tavalyi 16 fordulót, 23 pontunk volt. A jelenlegi 16 fordulóban 29 pontunk van, ami 6 egységgel több.
Nyilván ez is az egyik oka, hogy második helyen vagyunk. A másik nagyon fontos ok pedig, hogy nagyon kiegyensúlyozott ez az MB2, és nincsenek kiemelkedő csapatok. Habár a Balmazújváros most ugye elő van, ő sem a nagyon jó játékának, hanem a sok 1-0, 1 gólos hajrábeli góljai számának köszönheti ezt. Én azt gondolom, hogy ezzel még semmi nincsen lefutva. Mögöttünk van ugyanennyi ponttal a Zalaegerszeg, 2 ponttal van kevesebb egység a Puskásnak, és még azért ott van a Soroksár, több olyan együttes van, aki pályázik a második, illetve még azt mondom az első helyre is, mert azért a Balmaznak is a hátralévő 4-5 fordulóban kemény mérkőzései lesznek, és a Békés Csaba is, ugye. De én azt gondolom, hogy azt, amit mi terveztünk, azt maximálisan végrehajtottuk, és a hátralévő 4 fordulóban még kozmetikázhatunk, még szépíthetjük is az őszi eredményünket. A Kisvárda Mastergúr a jövő hét végén a Grosics Akadémia csapatát fogadja, majd Cegléden, illetve hazai környezetben a Balmazújváros és a Budaörs ellenli pályára a Révész Attila együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Biztonságos és ellenőrzött élelmiszereket a fogyasztók asztalára. A Nyíregyházi Egyetemen rendezte meg a Primum Alapítvány az idei élelmiszeripari konferenciát és szakmai bemutatót. A rendezvény jó lehetőség volt arra, hogy kapcsolatok épülhessenek a gazdaság szereplői és a tudományos szakma között. Az agrárvállalkozások termékeiket is bemutatták a találkozón. Kevesebb mint 5 év alatt 27 ezer ingatlant vásárolt meg a Nemzetközi Eszközkezelő ZRT. A legutóbbi adatok szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett a második legtöbb felajánlás, összesen 3570. Visszavásárlásra is van lehetőségük a régi tulajdonosoknak, ezt eddig az országban 160-an tudták kihasználni. Kétnapos művelődés és irodalomtörténeti konferenciát rendeznek a magyar történelem ismert temetéseiről és újratemetéseiről Vaján. A meghívott előadók többek közt Zrínyi Miklós, Balassi Bálint és József Attila halálának és temetésének körülményeit idézik fel a hallgatóságnak. A Kölcsei Televízió híradóját látták november 11-én, pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk Önöket, szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Műsorainkért és további tudósításokért addig is látogassanak el honlapunkra. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel, hóval. A Kárpát-medencétől délre elvonuló mediterrán ciklon a következő 24-36 órában nagy nedvesség tartalmú, egyre hidegebb levegőt szállít térségünk fölé. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, egyre több felé előfordul eső, zápor, déli, majd északkeletire fordul a szél, amit gyakran erős lökések kísérnek majd. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben szombat estig túlnyomóan borult lesz az ég, kiadós eső valószínű, de a hegyekben a magassággal arányosan egyre inkább havas eső, illetve havazás várható. Élénk, gyakran erős északkeleti szél várható. Délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti hatás van térségünkben. Vasárnap keleten eleinte szorványosan még számítani lehet havazásra, hózáporra, de nyugat felől csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. A jövő hét elején változóan felhős, csapadékmentes időre van kilátás, de hajnalban kötfoltok lehetnek. A hét közepén északnyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet és elszórtan előfordulhat kisebb eső, havas eső, húszálingózás. Erősödik az éjszakai lehűlés, a hét közepén helyenként -7-8 fokig süllyedhet a hőmérséklet. A maximum lényegesen nem változik, néhány fokkal elmarad az ilyenkor szokásostól.